Sziasztok! Végre újra már van egy videó. Már 6 napja vagy 7 napja nem volt. Ugye a Vicor az utolsó. És ez egy ilyen farming szimulátor. Egy farming szimulátor 2015. És most ez egy újabb rész, ugye a... Tényleg sose tudom, hogy hogyan igaz, jó lenne megnézni előtte. És nem is az a lényeg, hanem ez egy mod bemutató videó lesz, és a mod bemutató videótól az első rész. Szóval nem úgy írom ki, hogy mod bemutató videó Farming Simulator 15 első rész, hanem mod bemutató videó Farming Simulator 15 a harmadik rész. Csak ez egy mod bemutató videó, és én most ez a karrierünkön van, de majd nekünk van egy másik karrier, amin igazából erre számít, hogy bármit megvegyünk rajta, és majd töltögetek le még egy jóféle modokat, és azon a karrieren fogom megmutatni, mert azon van, hogy 9 millió pénz. Ez mi a rá? Ja. És ugye, hogy azon van 9 millió pénz, vagy mi az euró, és azon normális lesz, nem az normális lesz, nem, azon meg tudjuk venni a gépeket. Ja. És igazából azokat a modokat akarom bemutatni, amiket bemodoltunk, szóval, hogy ja, hogy mod bemutató legyen már. És az első mod tulajdonképpen kettő, ugye van ez a Class Combine, Class Nexion 780, és azért dupla elnézést, hogy nem volt videó. Ugye egy Chase vágóasztalt vettem rá, mert a Class vágóasztalja kibaszott bagos volt, ez a rések, vagy még ezek, amik itt homma melyikekre, amikkel itt a kombányt belül veszi a cuccost, azok is fogak, vagy mik a vágóasztalon, ugye azok kifele álltak a vágóasztalból, hogy ugye átbagzódottak. Szóval kifele álltak a vágóasztalba azok a szarok, nem így, hanem hogy így kijöttek, 3D-sek voltak, mindegy. Azért kénytelen voltam rá venni egy Chase vágóasztalt, ezt vettem rá. Ez is bagos, mert nem engedi le teljesen, ez a modnak a hibája. És ön küldhetett majd ilyen modokat, és azt be fogom majd rakni a játékba. Tulajdonképpen még a monitorról akartam azt volna mondani, hogy egy AMD processzorunk van, AMD A6, ezért van rajta egy ilyen AMD Catalyst Control Center, vagy nem tudom milyen program, ACCC biztos, na, hát van rajta egy olyan, és azon ugye a monitor egy Full HD és monitor 1920x1080-as beállításon, felvántáson volt, és most 3840-es szer 2560-as felbontásom van. Nem hinném, hogy ez annyira meglátszódik, de szebb felbontást nyújt, hát valahogy meglátszódik egy kicsi területen az a felbontás, úgyhogy erősen koncentrálok rá. A kamerában ez annyira nem látszódik, de majd higgyetek nekem, hogy annyi van. Megpróbálom majd megmutatni. Meg is mutatom majd, és ja. Szóval ez a Class Combine, ugye a Class Mod. Így néz ki. Az egész. Ugye egy ilyen tartálya van. Ez egy 10 literes, nem tudom. Hát ugye igen, van lábunk, testünk. Itt ez elég bagos, a fejünk, mert
látjuk a nyelvünket és a fogunkat, egy igazi cápa fogsorunk van, meg egy bálna állkapocs. Na, egy ilyen útjelző nyíl nyelv van a faszinak, hogy arra van az előre, és ilyen disznó nyelv konkrétan. Ugye a tükör, és azért nem adtam le, mert nem kell foglalkozni vele. És ugye ilyen a kombány belseje. Hála az engine-nek, hogy csávónak a feje 360 fokba el tud fordulni a kombányba. Ez tökéletes. Az új motor, farmer szimulátor, köszönjük, mindig. Legalább modban látszódik a keze. Következő mod az egy ilyen Mercedes autó, majd inkább kiszállok. Egy ilyen tulajdonképpen ezeken lehet gumit cserélni, meg ilyesmit, azt nem mutatom. Ez egy Mercedes is. Ez egy Mercedes, ami német rendszámú is, ami gurul hátra, köszönöm. Van ezen kézifék. Minden arra a tanyának gurulja. Na és ez egy Mercedes Sprinter. Elállok, mielőtt még rám gurul a rohadt anyja. Mi a baszom? Igen, belsejet. Írtózatosan szar az belseje. Nem a belseje, hanem a belső irányítása, mert ha én balfele húzom az egeret, jobbra megy. Ha jobbfele húzom az egeret, balra néz. Köcsög egy csávó. A tükör szar, tulajdonképpen bagos, meg azt látom, hogy ott van. A belseje az jó, nem tudom, hogy ez most direkt ilyen, hogy ezt is elbaszták. Zebrás fülés kapták. Ugye most gyapjú van rajta. Most kitakartam. Ugye ilyen. Most kettő gyapjú van. Nem éri meg vele nagyot forni, meg leesik az oldalt a gyapjú. Már jártam, hogy is vissza kell tartanom. Ne villog az meg valahogy a képpad. Kapcsolja meg ki. A képpad 7. Nem tudom mire volt. Ja, leizéli az oldalát itt. Nem? Nem. Mindig nem tudom mit csinál vele. Lennek ilyen sok hülye gombok, szóval ezzel lehet így szart csinálni, még mindegy, tehát az ilyen fosokat. Ez az a Mercedes. Az autó. Most tulajdonképpen azért csak imulottam be, mert rajta van egy apjú és ennyi. Van kettő ilyen GCB, ami egy ilyen traktor, és így két kerékkel tud kanyarodni, vagy milyen. Két kerék meghajtású, mi? Ez is tud villogni, mint az összes többi, ami van villogó. Ez egy 180-190-200 körül lóerős traktor lehet. Megnézzük. Traktorok. GCB. Nem, 230 lóerős. Van egy ilyen klasszunk, és az a 489 lóerős. És ez a GCB ilyen. Ha most én itt belemegyek, akkor gecis az ablaküvege. Viszont ugye a modolt járgányokat részletesen valamennyire lehet ugye cuccolgatni rajta a cuccost. Be lehet kapcsolni, az itt ilyen 3D-s elosztás lenne, az fingom sincs róla. Már hogy be lehet kapcsolni a space, és akkor itt lehet vele szarakodni. Ez ugye alapvetően mozog, ez a sebváltó itt alapvetően mozog, nem kell vele szarakodni, mozgatni, mozog, meg tolatok, ha hátra. És akkor hát itt van egy Sony utánzat, ami félig le is van, félig nincs lelicenszelve, vagy lelicenszelve. Tulajdonképpen a paraszt nem tudom, hogy hol ül. Valahol az Istenbe. Isten mögött, meg itt ott. Ez kikapcsolja, bekapcsolja. Ezzel ki lehet nyitni, tehát a bazizno szartól nem lehet visszacsukni.
Szóval ezért nem éri meg azt ott kinyitni. De... én ezt az ajtót visszacsukom. Különben ha kilépünk a játékból és visszarakjuk a játékot, akkor becsukódik. És igen. Kérjük open close. Open per close door, ugye kinyitom, mert becsukod az ajtót, ilyen szar. Hát ilyen az elsője. Igen, bagos, tudom, szomorú, jó mód, de mindegy. Attól, hogy bagos, attól még lehet jó. Vagy tényt évedek. A modul cuccoknak normális rendszámuk van. Hol van a több? Várjál ma. Most azt tudom, milyen cuccok vannak. Ah, itt van, igen. Mert még... szóval, igen, szóval akkor... nyilván... szarú... igen, ki voltam szállva és úgy nyomtam meg, igen. A... tartóból ki voltam szállva és úgy nyomtam meg a tabot, és ezért a New Holland Combine-ra ment. Igen, itt van a másik cheesy, de ez ugyanaz. De van még súly. Na itt van ez a nagy klassz. Ami, ez is egy mod. Dolgot cuccni, hogy csak modokat mutatok benne, mindegy. Tudja be lehet kapcsolni, rámész a menüre. Ugye van ez a szar, itt is a menüre. Ezt is itt ki lehet nyitni ilyen szarul. De ez már dupla kerekes egy állat, és az is vettem, mert baszott nagy. És tudkó jó. És ezt visszacsukjuk. Ezt itt le lehet hajtani, ez nagyon jó, ezt ajánlom mindenkinek, aki játszik a Farmer Simulatorral. Ezt itt jobban már ki lehet nyitni az ajtót. És normálisabban. Ezt tudjuk, klassz, ez már az ölésbe ül, a testrészeket ő is elhagyta. Na és ugye ez egy nagy dög, mert... nagy dög. Az is nincs csináltam, és ez egy forgófüggés csator. Leakasztjuk most róla a vetőgépet. Hát... 50-nel lejtőn durva 51-el tud menni. Driftelni egy ilyen nagy dög is tud. Közben, ha belül látjuk a GPS-t, az mintha pixel hibásra, vagy meg lehet hibásra, ami villog. Ha meg vagyok állva, még akkor is. Na szóval gyorsan még ugye bemutogatom a funkcióit. Ugye lehet így is csinálni, és akkor egy ilyen izé dupla kerék nélkül, de dupla kerékkel is lehet. Az L-lel fingom sincs mit tud csinálni. Most konkrétan. Ugye ez a nagy fényszóró. 6-os. Az a nem tudom mi. Na, várjál. 4. Ja, az a ilyen izi tábla. 9, 8, 7. 6. Akkor melyik az a szar? Ja, B. Tessék, ímet adám, megfordul a traktorod, és akkor így van az egész, gépezet, meg a járgány, és akkor tudod így nézni, és akkor simábban rá lehet állni erre is. Ezt azért értem, mert nagyon tetszik, hogy így meg van ezt csinálva az egész, és tessék, fel van csatolva. Szóval ez egy ilyen gép. Le tudsz szállni. Ilyen az oldala. És... ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, vagy lájkoljátok. És... lesz még több ilyen mod bemutató videó is. Azt az AMD-ket ízét most nem mutattam meg, azt majd egy következő videóban valamikor bemutatom. És... észre minél jobb videókat csinálni. Sziasztok!